Átadták az Európában egyedülálló járműipari tesztpálya első ütemét Zalaegerszegen, felépült az okosváros egy része, és több olyan szakasz, ahol a jövő technikáit, köztük az önvezető autókat lehet tesztelni. A kormány reményei szerint a világ vezető autógyártói használják majd ezt a magyar pályát. Orbán Viktor arról beszélt a megnyitón, hogy csak akkor lehet tovább erősíteni a gazdaságot, ha megvédjük a határokat és megőrizzük az ország biztonságát. 2 év építkezés után már megindulhat a tesztelés a Zalaegerszegi járműipari tesztpályán. A beruházás első ütemének több pályaeleme is elkészült, jelentette be Víg László az átadáson. A térség országgyűlési képviselője, a beruházás miniszteri biztosa kiemelte, már használható az úgynevezett kezelhetőségi pálya. Ez egy 2 kilométer hosszú pályaszakasz, ahol a menetstabilitási rendszereket, a kormányszerkezeteket, a fékrendszereket és a sávtartó funkciókat fogjuk tesztelni. Várja a járműveket a dinamikai felület, ami egy 300 méter átmérőjű kör, ezen lehet elvégezni az úgynevezett jávorszarvas tesztet, ami a járművek borulékonyságát vizsgálja. A pályához vezető 800 méteres úttest pedig különböző felületeket kapott. Ezeken a fékezést tesztelik. Átadták az okosváros 5 hektáros területét is. Ezen az önvezető gépkocsik, teherautók működését tökéletesíthetik a mérnökök. Járműipari tesztpálya, 5. generációs mobilhálózat, gyorsforgalmi utak, fejlődő gazdaság, több ezer új munkahely. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere az elmúlt évek fejlesztéseit sorolva hangsúlyozta, azok mind a város közös sikerei. Meg kell őriznünk az identitásunkat, második, hogy meg kell védeni a biztonságunkat, a harmadik pedig az, hogy tovább kell erősíteni a versenyképességünket. Erre a 3 dologra kell figyelnie a magyaroknak a sorozatos európai válságok után, jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a 3 dolog a magyar észjárás szerint összefügg. Az identitásunk és a határaink megvédéséhez hozzátartozik az európai életforma, az európai gazdaságmodell és a világ legnagyobb belső egységes piacának megőrzése is, fejtette ki a kormányfő. Orbán Viktor az európai parlamenti választások kapcsán arról beszélt, hogy a kontinens, ahogy fogalmazott, nincs jó bőrben, ezért lesz különösen fontos a hétvégi voksolás. A pénzügyi és a migrációs válság is arra figyelmeztet bennünket, a Brexittel tetézve, hogyha nem figyelünk oda, hogyha nem választunk megfelelő vezetőket, és ha nem hozunk jó döntéseket, ha nem teszünk bátor lépéseket, akkor Európa tartós hanyatlása is bekövetkezhet, és hosszú évszázadok után a mi kontinensünk kiszorulhat a világ fontos szereplői között. A kormányfő arra számít, hogy a zalaegerszegi pályán egy regionális szakmai központ jön létre, amelynek a vonzás körzete az egész régióra kiterjed, sőt, európai kisugárzása is lehet. A beruházás forrásait a költségvetés biztosította 45 milliárd forintból. A második fázis pedig a tervek szerint 2020-ig épül, megtette hozzá. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ma Magyarországon 620 járműipari vállalat van jelen. A világ 20 legmeghatározóbb járműgyártója és járműipari beszállítója közül 15-nek működik gyára az országban. Orbán Viktor nemzeti érdeknek nevezte, hogy ezek a cégek úgy gondoljanak Magyarországra, ahol nem csak a termelés és az összeszerelés, hanem a fejlesztés területén is versenyelőnyre lehet szert tenni. Izgalmas ez? Persze. Adrenalinnal. A tesztpályát a miniszterelnök is kipróbálta. Először keszthelyi Vivien 3-szoros túraautó-bajnok mellett tapasztalta meg Orbán Viktor, milyen is az új aszfalt. Majd pedig egy másik versenyautót vezetve vette be a kanyarokat. Megpróbáltam úgy csinálni, mint maga, de nekem nem ment olyan jól. Köszönöm szépen, hogy eljött.